Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban ezt a tiltott Tiltott szigetet sziget. fogjuk nektek bemutatni. Igen, ebben a játékban, ami 2-4 játékos részére készült, 10 éves kortól, de igazából Oliver is tud már vele játszani. Egy tiltott szigetre fogunk elmenni, mégpedig azért, hogy megszerezzük a kincseket. A kincsek azok a következők. Ez az óceán kelyhe, a szél szobra, a tűz gyémántja, vagy valami hasonló, és a föld Szíve. szíve. Ezeket a kincseket kell megszereznünk, mégpedig egy olyan szigeten, ami sajnos nagyon-nagyon gyorsan süllyed. Így két feladatunk van. Egyrészt megszerezni ezeket a kézzelfogható kincseket. Nagyon tetszik, hogy így meg lehet fogni. Igen. Másrészt pedig, hogy mielőtt a sziget teljesen elsüllyedne. Itt látszik az áradásmérőn, hogy milyen mértékű az áradás. El kell hagynunk a szigetet. A szigetet akkor tudjuk elhagyni, hogyha a kalandorok kapujához, ehhez a játék kis táblához megérkezik minden játékos, és van a kezünkben egy ilyen légifuvar kártya, amit eldobva el tudunk menni a szigetről. A játékban különféle szereplők közül lehet válogatni, illetve hát mi válogatni szoktunk, amúgy húzni kellene. Én vagyok a pilóta. A pilóta képessége az, hogy körönként egyszer bármilyen játéktáblára átrepülhetek, mert amúgy csak a szomszédos mezőkre lehet lépegetni. Oliver pedig a mérnök. Az ő képessége az, hogy feltalál olyan találmányokat, amelyekkel lassíthatja a sziget süllyedését. Ő két mezőt is felszállíthat egy akcióért. Az, hogy melyik mező van elárasztva, a szürke oldaluk jelzi. A játék úgy kezdődik, hogy 6 véletlenszerűen kihúzott lapkát el kell árasztani. Ott vannak fent a jobb sarokban, látjátok a záradás kártyák, azok közül hoztunk 6-ot, és az azoknak megfelelő kártyalapkát árasztottuk el. És nem is tudom, mit kell még mondani. Ja igen, minden játékos a színének megfelelő helyszínről kell, hogy induljon. Én a pilóta mindig a kalandorok kapujától indulok, Oliver pedig a bronz kaputól. Nem tudom, hogy miért pont onnan. Igen. Amúgy a játéktér elrendezése az teljesen véletlenszerű, minden játékban más is. Ups. Máshogy pakoljátok ki, és akkor megmutatjuk, hogy körülbelül milyen részekből áll ez a sziget. Van itt például a vonyítókert, kicsit fényik, nem tudom mennyire látszódik. Akkor van itt csillagvizsgáló, Itt a maszka. ott a bronzkapu, Vaskapu, alkonyodú, őrtorony, korálpalota, elhagyatott szikla, fantomkő. Igen, és a kincseket arról a kártyáról lehet megszerezni, amelyik a kincset ábrázolja. Mindegyik kincsből 2 kártyalap van, és 4 ilyen kártyalap, illetve 2 ilyen szigetrész van, és a kincseket úgy lehet megszerezni, ha begyűjtünk 4-et a kincskártyából. Tehát ezt a Igen. tűz kristályát úgy lehet megszerezni, hogyha 4 ilyen kristály lapkát összegyűjtünk, és a megfelelő sziget részen állunk. Mondjuk a parázsbarlangban, vagy a árnyékok barlangjában. Igen. Nos, akkor Oliver kezdhet. Köszönöm. Úgy kezdünk, hogy 3 akció közül választhatunk. Mozgunk, szárítunk. Szárítani mindig a szomszédos szigeteket lehet, kincskártyát átadunk, ez csak akkor lehetséges, hogyha egy mezőn állunk,
vagy megszerezzük az adott kincset. Én mondjuk tudok. Az az enyém? Ja, bocsánat. Akkor nem vált be az ötletem. Egy, kettő. Oliver kettőt lépett, és ezt felszárítom. És egy szomszédos mezőt felszárít. Ups. Felszárította a találmányával a hullámpalotát. Hullámpalotát. Ezután húzni kell két kincskártyát, ami jelen esetben kettő légi fuvarkártya. És? Olyan, kettesen áll a mérő. Igen? Kettesen áll az áradásmérő, ez azt jelenti, hogy két áradáskártyát föl kell húzni. És hova tegyük? Ott van a dobópaklia. Ja. Vonyítókert volt, viszont meg lehetne szerezni az oroszlánt. Itt főség messze is. A vonyítókertet megfordítottuk, ezzel jeleztük, hogy ezt elárasztotta az óceán. Hú, és az elhagyatott szikla. Elhagyatott szikla. Itt. Az na, elhagyatott itt, szikla. Mi, csak itt, itt árad a víz. Akkor én azt mondom, hogy egy lépéssel megyek, még egy lépés, és kettő szomszédos, egy szomszédos mezőt el fel fogok szállítani. Jó, de az oroszlánosat is majd szállítani. Igen, húzok kettő kincskártyát. Hú, a homok? A homoksákat bármikor eldobhatom, és bármikor felszállíthatok vele valamit. Én a vonyítókártet szállítom fel, és van egy kincskártyám. Az nagyon fontos, hogy egyszerre mindig öt kártyánk lehet, több nem. Neked még három lapod van, nem kettőt húztál? De eldobtam egyet a ja. homokzsákot, és Olivért kérem meg, hogy húzza fel a záradás kártyát. Kettőt. Ja, mindig elfejtem. A vaskapu. Kapukat sorsa találom meg. Ott van mellett az a vaskapu, azt is elárasztja a víz. Sajnos, és még, és egy még a holt temploma. A holt temploma, viszont ez is kéne, mert itt lehetne megszerezni a földcímét, és amiből nekem két darabom van. Ezután én jövök? Igen, te jössz. Egy, felszárítom. Az kettő akció volt. Csak fordítva. És mondjuk csak azért, hogy lépjek valamit, akkor ide lépek. Igen, amúgy neked, Olivier, neked érdemes is arra mennie, mert már van kettő. Földcíve. És most pont felhúzok két földcívét, akkor jó, mondjuk nem húztam. Homokzsákot akarsz szárítani? Nem, nem kell. A homokzsákot nem akarod eltenni? De nem ezt jobb... átadnám neked. Ja, de nem jobb egy légifuvart eldobni? Vagy meg akarod tartani? Nem. Jó, mert öt kártyája lehet, és... És akkor most húzz a sziget. Kettőt. Misztikus mocsa, azt már előre nézte, hogy ott van. És... Árnyékok barlangja, viszont ott lehet ilyen tűz alapú valamit izelni. Ha. Ott van melletted. De azt te... Ja, azt csak én tudom felszállítani. Jó, ennyi. Jó, akkor én viszont kettő lehetőségből szállítok. Két akció, tehát két szállítás. Oda repülsz hozzá, hogy át tudjam adni neked a... Igen, oda repülök Oliverhez, mert nekem már van egy ilyen sellegem is. És akkor... húznod kell kettőt. Ups! Egy aranyszobor. De viszont nézni, túsztál. És sajnos emelkedő vízszint, ez katasztrófa. Ugyanis egyet emelni kell a vízszintjelzőn, de még mindig csak... Kettes az áradás mértéke. Mondjuk, ha már hármasa van, akkor már nem két lapot kell húzni, hanem hármat. Ilyenkor meg kell kavarni. Kavarni? Mint a kaját. Meg kell keverni a már kihúzott áradáskártyákat. És ez azt jelenti, hogy lehetséges, hogy egy része a szigetnek végleg az óceán alá kerül, és húznunk kell kettő kártyát. Ide föl kell rakni, és húzzál két kártyát, légy szíves. A
Az elment a... Az alkonyodó, sajnos az alkonyodó Fú. már eleve áradás alatt volt, és így ki kell Eddig venni. bírta csak ki. Kérem a kártyáját is. Jaj, ne, a misztikus mocsár is elrepült. A misztikus mocsár az is elsüllyedt. Elrepült, mint a madár. És így láthatóvá válik, hogy egyre fogy a szigetünk, tehát sürget az idő minket. Most Oliver jön. Átadod nekem a kártyádat? Ez egy akció volt, igen. Legalább mennyivel kevesebb kártyám van, és kettő. Felszállítod azt, jó. És maradjunk együtt. Maradhatunk. Jó, ennyi. Húz két kincs kártyát, Oliver. Ó, hát ha ezt valahogy át tudod. Lehet, hogy akkor vissza kéne adnom neked a egyet. A homoksákat kidobom. Fel is használhatod, nem? Hogy? Mire? A homoksákat felhasználja mondjuk, hogy ezt megszállítsam? Ja nem, mert öt volt. Akkor nem. Jó, és maradj itt, mert én... De várjál, most nem, most szigetet sülyeztünk. Ja. Árnyékokba ellengje. 20 centsel felszárítottam, mert akkor más lett volna. Hullám. Hullám palota. Ott van. Jó. Csak annyit, hogy ezt a kettőt felszállítod majd. Mit szólsz hozzá, hogyha a két akción keretein belül egy akció, két akció, azt felszárítom, és a harmadik akcióba átadom neked ezt, és már akkor lesz három kártyád. És miért nem adja meg neked a... Ja, értem. És valamit dobják ki sajnos, azt a légifuvart egyelőre, mert öt kártya lehet nálad. Nem jobb így? De, és te majd add át a izét. A következőt is. Jó, húzok két kincset. Ja? Ó, oh. Földszívvel. Hú, ezt de is majd Olivernek fogom is átadni. És vízszint emelkedő. Sajnos már átléptünk a hármas szintre. Ez már... Megint meg kell keverni? Igen. Megkeverem. És nem, azt kevered meg, és felülre rakod. Akkor van... Közelítünk a nagyon veszélyes zóna felé. Jó, keverd meg, és húzza el három kártyát. Azt te, hogy ez a kettő mindenképpen süllyed. Igen. És a mellettünk lévő. Nem elsüllyed, csak víz alá. Kerül. Igen. És a a csalóka dűnék. Csalóka dűnék. Jó. Akkor te jössz. Egy... Kettő. Olivernek ez egy akciónak számít, mert ő a mérnök. Igen, de... egy, kettő, ugye? Az volt a második lépés. Harmadikként azt felszállítod. De jó? Majd lépj oda hozzám, jó? Jó, húzol két kincset. Húj! Azt viszont majd nekem kell átadnod, mert azt én gyűjtöm. Mit? A... tüzet. Hát de most valamit el kell dobni, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor a tüzet az dobd el. Ja. Mert az már... De emelkedő vízszint. Emelkedő vízszint, megint süllyed a sziget. Hú, és ezt meg kell keverni, akkor a csalókat én biztos nem fog már menekülni. És tedd a tetejére. És hármat kell még mindig húzni. Hú, csalóka dűne. Csalóka dűne elárasztódott, hát, ami azért baj, mert itt vízzel telítődött a terület, tehát itt már nem tudunk közlekedni, kivétel ha búvár szerepébe bújnánk, de most de nem tudom, abba most vagyunk. De most itt át tudsz repülni innen. Én át tudok repülni, igen. De nem sajnos. Na, még kettő. A lámpalota és az árnyékok ballangja. Aha. Jó. Akkor én egy akció keretein belül... Ja, a téddel léptem. Nem számít. Olivier mindig összekeveri. Mindig. A hullám palotát felszárítom, másik akció keretein belül az árnyékballangot. És add át vagy a földszívét, vagy a másikat. De nem adom át, mert öt kártyád van. Inkább azon gondolkozom, hogy majd te adsz át nekem, mert... Vagy eldobod a föld szívét, és nem, akkor meg nem, lesz. Nem, majd átadom neked. De nem,
De miért? Miért dobjál el föl cipőt? Azért, mert meg lesz akkor a 4 kártyád, és fölvehetsz már egy kincset. Ja. És majd megszerezzük, nem számít. És? Látod, föl cipő meg tűz, mert van 2 belőle, fölhúztam. És viszont az oroszlán még eldobom, mert... Az én nem kell. Igen, és légy szíves, árasszunk szigetet. Fú. A vonyító kert. Ott. Fú, pedig ott lehetne oroszlán szerezni. Van más helyen, hogy lehet oroszlán. Van még, 2 van mindegyikből. Második. De hol az más ujjat? Na, ja, ott van. Jaj, azt hittem, hogy nincs. Elveszett Laguna. De miért pont itt izél mindig? Itt súlyad el. Még egy ezüst kapu, az pedig a pász, az pedig itt van az ezüst kapu. Na jó, kapu. Eddig annyira nem állunk jól, de... Most eljössz. Valahogy oda kellene lépned a sellekhez, hogy megszerezd. Nagyon jó, mert pont mellettünk van a hullámpalota. Jó, és ez... 4 kártyája összegyűlt Olivernek. És a megfelelő szigeten el, tehát megszerezte az óceán kelyhét. Ez 2 akció volt, akarsz még valamit csinálni? Átadhatnád nekem azt a föld szívét. Azt nem tudom, nem állunk egy mezőn. Ja, nem adhatod át. De húzok is olyat. Meg az ott van, nem állunk. De nem a másikból kell? Nem, ebből kell még. Az a dobópapi volt. Ja, most átadni. Nem tudod átadni most még. Hát de majd mindjárt átadom. Ne is lépj el. És árasztuk a szigetet. A hold temploma. Hú, azon állunk. Azt is el kell süllyeszteni. Úgyhogy onnan el kell mennünk. Vagy meg felszállítani, igen. Második. Elhagyatott cikla, az is elsüllyedt sajnos. Kérem? Még egy kérem, utolsó. Kérem az elhagyatott cikla. Ja? Ki kell és venni. És egy utolsó. Vaskapu. A vaskapu is elsüllyedt. Hát, ja. Rosszul állunk. Stél jövök, egyel felszállítom. Uh-huh. És egyet átadok neked. És akkor így csináljuk? Akkor jötte, igen. Egyet átadok neked, és maradok. Nem, átrepülök ide. Ne! Ha vonyítok. Ja. Én át akarom neked adni a tüzet. Jó, csak el fog süllyedni, attól félek. És ott is lehet. Jó. 2 oroszlán, valamit el kell dobnom. Egyet. Szerintem, az oroszlán dobom. Ha már mindjárt átolom pirosat, és összefogom. Süllyesztük szigetet. Fú, ezt mindig elfelejtem. Fantomkő. Fantomkő. Arra még nem is emlékeztem. Kalandorok kapuja. Hamarosan le fog merülni a telefon, illetve a kamera, úgyhogy... Hát... Ha esetleg lemerül, akkor ennyi a... Ennyi a játék. Jó, most eljössz, Oliver. Átadsz nekem valamit? Nem, ezt meg kell menteni. Bár mondjuk ebből még lehet, nem? Na, akkor átlépsz 2-t és 1-et átadsz? 1, felszárítom. Azt is felszáríthatod, mert 2 mezőt tudsz és egyszerre. És az még csak ez 2? Igen. És 3-ba átom neked, és te meg lépj oda, mert akkor... Ezt majd... Mert ja, 2 kincset kaptál. És még ne is lépjél, mert átadod nekem a izét, jó? Jó, süllyesszük a szigetet. Húzunk hármat, igen. Vörös erdő. Az már volt, nem? Ott. Vörös erdő víz alá került, igen. Suttogó. Hú, viszont már oda kéne menned, suttogókárt. Suttogókárt, igen. És? Betolakodók hídja. Betolakodók hídja, az pedig itt van. Átrepülsz oda, légy szíves? Igen, egyet átadok neked. Ez 1. Átrepülök ide, 2. És ezt megfordítom, az a 3. Jó, ügyes vagy. És azt nekem is... amúgy kigyűlt a 4 a tűzből, akkor tehát meg tudom szerezni. Hát tudsz oda repülni? Aha. Jó.
Oroszlán és serleg. A serleget eldobom. Majd a szát oroszlánt. Igen, sülyeszünk szigetet. Csillag vizsgáló. Aranykapu. Korallpalota. Korallpalota. Az nem merül el. De. Itt van. Hú, szerencsém. Korallpalota. Elmerül. De már a mező miatt nem is lenne olyan fontos, mert tudod. Ja, te jössz, ugye? Te jössz akkor. Igen. Én még mindig nem ízeltem be a földszíveimet. Nem, úgyhogy akkor azt szerezd meg Oliver földszívénál. Jó, ja, ne, felejtettem beváltani. Nem baj, megkapta a földszívét. Ez egy akció volt. És... Szerítasz? Kettő... Két akció. És ennyi. Jó. Légifuvar, az nagyon jó. Az nagyon jó, de a tűz az már viszont nem kell. De mindegy, mi meg kell tartanom. Jó, akkor oda repülők... Várjál, nem. Oda, oda. Áradás. Ja. Részkapu. Részkapu is elárasztódik, igen. Hú, alig van mező, amint tudnánk lépkedni. Részkapu. Bronzkapu. Itt. Ez, erről indultam. Igen. A nap temploma, ott. Jó. A nap temploma. Akkor én... Hát kéne adnom, mit kéne átadnom neked? Oroszlán, de először inkább válts be. Oda repülök. Egy... Oroszlán már nem kell. De, még kell. Ja. Oda repülök egyel, beváltom a tűz sellegét, kérem szépen a kincsemet. És hát csak azt kell megszerezni, és el kéne menni egy légifuvarról, ami nekem van. És harmadikkal ide repülök hozzád. Még nem tudom átadni. Akkor oroszlán és föld, hát ez nekem nem nagyon kell. És húzd fel azt az egy szigetet. Őrtorony. Őrtorony. Itt. Jó, és ilyenkor meg kell keverni, add ide. Tessék. Most hát eléggé rosszul állunk. Igen, még az oroszlánt a szélszobrát meg kéne. Keresni. Én viszont már csak úgy tudok oda átmenni a fel... Várja, még kell kettő vaskapu. Vaskapu. Ott. Nem. Hol van? Valószínűleg nem vettük ki a vaskaput. Hol temploma? Az is kapu. Ja, a vaskaput nem vettük ki, akkor add ide. Még kettőt akkor. Fantomkő az viszont elsüllyen. Elsüllyed, kérem a kártyát. Én már csak régi repülővel. Kérem a kártyát is, mert ilyenkor kerül vissza. Hú. Kalandorok kapuja. Azt nem, azt letesszük. Oda mellé. Jó. És akkor most te jössz. Egy. Kettő. Én megyek a suttogókárt felé. Jó. Három. Jó. De várj, te is gyere hozzám, mert fú, emelkedik a visszint. Légi fuvar kártya. Jó. 3-4-5 van. Jó. Ezt, várj, jöjj. Ezt eldobom. Ups, vigyázz. Bocsánat. Nem baj, hajt. Emelkedik a visszint, de még mindig hármasnál járunk. És ja. Oliver... Megkeveri azt az egyet is, és azt fogjuk felhúzni. Tedd. És el is. Tedd le, nem fog elsülni. Ja, szerencse. Tedd rá. És akkor ez még kettőt húzzál. Parázsbarlang. A parázsbarlang az elsüllyed. De az is kell, nem? Nem, megvan. Megvan a kincsem. Ja, jó. Ide eltesszük a kincseket, hogy lássuk. Vörös erdő. A vörös erdő is eltűnt. És annak a kettőnek a lapkáját add ide. Jó, én jövök.
Én átrepülök hozzád egy akcióval, kettő akcióval átadok egyet, és felszállítok egy... Ajajajaj, nem jól csináltam, bocsánat. Bocsánat. Akkor azt is... Ezt átrepülök ide, felszállítok egy akcióval ennyit, és átrepülök hozzád. Jó. És csak húzok kettőt. Ez így izé volt itt. Ja, azt is, igen. Rekedő visszintátja. Most már négyet kell. Négyet kell felhúznunk. Ezt feltesszük. Hú, viszont már megint a repülő ott lesz. Akár nem baj, jött. Nem baj, van egy kincsem. Na, négyet húzzál. Egy. Jó, és van egy homokzsákom, ezt bármikor bevethetem, ezt vissza is fordítom. Vörös erdő. A vörös erdő szerintem. Ja, az már megint jó. Ja, már nem tetted ki, igen. Kettő. Suttogó. Erdő. Az is megfordul, igen. Három. Betolakodó kígya. Ez is volt már. Jó. Lemerült.